videófelvételt készítek erről a remek és szép állapotú Pioneer XCL7-es minihifiről, mely áll egy kazettás magnóegységből, egy CD-ből, egy RDS-es digitális rádióból, egy passzív subwooferből és két magas sugárzóból. Ezzel a távirányítóval tudom adni a készüléket, megpróbálok egy picit ráélesíteni. Csodaszép hangú kis gépezet, és akkora hangereje van, hogy ki nem nézné belőle az ember. Illusztrálom a CD-jének a működését. Mondjuk elléptetek az ötös trékre. Kilences trék. Nagyon szépen. Olyan mélye van, hogy hihetetlen. A SFC gombbal be lehet menni a hangmenübe. Itt tudjuk állítani utána a középső joy résszel a mély hangzást mínusz 4 és plusz 4 között. A következő gombnyomásra jön a treble, itt is plusz 4, mínusz 4, akkor jön a balance, lehet jobbra-balra állítani. A woofer level, itt ki tudjuk választani a méretét alapjába véve a passzív mélynyomónak, hogyha cserélünk rajta másikat, nagyobbat teszünk fő vagy kisebbet, hát ez egyébként egy közepes, úgyhogy itt a SFC-nél a mid le az, amit be kellene állítani, de a high-ra is nyugodtan rátehetjük, ha nem nagy hangerő hallgatjuk, akkor így még szebb hangzást, még több battust, halk hangerőn is ki tudunk belőle varázsolni. Harmincig lehet finni a hangerőt, de 20-nál már akkorát szól, mint az atom. Föl se visszük, addig felesleges. Nagyon jó hangú kis készülék. A távirányítónak egyetlen egy problémája van, hogy itt a felső sorban nincs benne CD, és tép, szóval a AUX-re tudok váltani, FM-re tudok váltani. A rádiónál kiírja a Maze rádió, de még itt egyébként a menüben, itt a, ebben a gomba, hogyha belépek, mutatom, itt ki tudjuk választani az RT-t, PTS, PTI, itt a Stadium Memory, hogyha ezt most el akarom ezt a csatornát rakni memóriába, akkor az Enter gombot megnyomva, ott a 11, a 12-es csatornára akarom tenni. Akkor nyomok egyet előre, utána Enter. Meg még egyszer Enter, és már el is tettem. A menü gombbal lehet kilépni a programból. És a 12-es csatornán most már, hogyha rámegyünk a 12-es csatornára, akkor ez fog jönni. Itt a menüben, amint mutattam, itt lehet beállítani azt is, hogy RT-t kiírja itt az RT-t, hogyha erre kapcsoljuk a csatorna nevét, egyéb információkat, útinforma, stb. Ha zenét hallgatunk, akkor 99%-ban kiírja az előadó nevét, szám címét, stb. Szóval a RDS tektes a rádiója. Nagyon belenyomták a tudást ezekbe a készülékekbe, és súlyos. Szóval, hogyha az egészet nézzük, akkor 20 kg magasságában van az egész hifi, így ahogy van. A nagyon karcos lemezeket is lejátsza, nem válogatós. Illusztrálom. Ez a lemez hónapokig a autóm szőnyege alatt volt. Ha lehet látni, hogy tiszta egymerő karc. Le van horzsolva a lemez.
berakom, illusztrálom, hogy hogy játssza a készülék. Elindítom a CD-t. Csoda szép hangja van. Hosszas hangerőm volt, de 30-ig föl lehet vinni a hangot, hatalmasat szól. Egyébként a két pici hangfalat én behelyettesítettem a két nagy álló hangfalammal, az a legfontosabb része az egésznek, nem a mérete a hangfalnak, hanem az impedancia. Az impedancia a kis hangfalak impedanciájának meg kell felelnie. Szóval, hogyha azok a kis hangfalak, mondok egy példát, most itt fejből nem tudom hány ohmosak, de ha 6 ohmos a kis hangfal, akkor 6 ohmos hangfalat rakhatunk rá legkisebbet. Nagyobbat, 8 ohmos, 16 ohmos, 32 ohmos rakhatunk rá, az nem teszi tönkre a erősítő egységet. De kisebbet semmi esetre. Szóval egy 4 ohmos hangfal hadra fogja vágni abba az esetben, de lehet, hogy a 4 ohmost is rá lehet kötni, nem néztem meg, megmondom őszintén. Ezért kérlek, hogy nagy felbontású képeimet majd nézd át rendesen, hogyha más hangfallal akarod használni, de ezzel is csodaszép hangja van. Nem véletlenül Haygenként adták ki ezt a készüléket, hiszen mindent tud. A kazettás egysége is olyan gyönyörű szépen szól, hogy hozzáfoghatót nagyon ritkán találni. Illusztrálom a kazettás magnónak a működését. Hoppá, bocsánat, kivettem a kazettát. Az nekül elég nehéz lesz illusztrálni a működését, de már is mutatom. Gyorsabb. Hatalmasat szól. Nem is gondoltam, hogy ennyire fő fog hangosodni. Van rajta kereső funkció, mutatom. Most bekapcsoltam a kereső funkciót. A következő szünetnél automatikusan bekapcsol, és elkezdi játszani a tréket, illetve a számot. Irányba is ugyanígy lehet keresztetni. Majd megy is a lejátszás. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. Mint látod, a menürendszeréből minden elérhető, akár a dimmertől kezdve minden. Van reverse mode, container reset, itt lehet látni, hogy állítom most a reverse módot, így véglegesítve van. Így addig megy, ameddig ki nem kapcsolod. Oda-vissza játszós a készülék, ezért tudja ezt a módot. Hát köszönöm szépen. Átkapcsolok FM rádióra. Bemegyek itt is a menübe. Országosan az előző 7470-nel szemben, illetve van rajta olyan, hogy display mód. A display módon tudjuk beállítani az órát, itt a dimmer, itt tudjuk állítani, halványítani, erősíteni a
displayt, akkor ha a display tovább nyomkodjuk, akkor láthatjuk az időbeállítást. Itt megjelentettem a rádiót. Azután, hogy szombatra 26-tal vasárnap. Csoda szép hangú kis gépezet, rengeteg beállítással. Az SFC-be tudod a hangzásokat állítani, a mély hangot, a magas hangot. Ez a főváros is beleszámolva még mindig a tizedik legrosszabb. Hát köszönöm még egyszer, hogy megtekintetted róla készült videóm, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is. A főegységen, a fejegységen a fólia még olyan mértékben rajta van, hogy bontatlan, azért is csillog. Képekkel a két készüléket külön egymás mellé helyezve is illusztrálni fogom az állapotukat. Nagyon szép állapotban vannak szerintem. További szép napot. Szia!